A Nébik Superment a legújabb terméktesztjén, ezúttal a nyár egyik sláger termékét, a lángosokat és készítésük helyét, a lángosozókat teszteltük. Ezúttal a 12 balatonparti vendéglátóhelyet és azok termékeit vettük górcső alá. A komplex vizsgálat során a hatósági ellenőrzésen ellenőriztük a háttérben folyó ételkészítési folyamatokat, higiéniai állapotokat, továbbá mintát vettünk az ételből, az olajból, az alapanyagokból, amelyeket laboratóriumba szállítottunk további vizsgálatokra. A helyszíni szemléket kiegészítette ezúttal a hivatalos érzékszervű bírálat is a Nébik mozgó érzékszervű állomásán. Ennek köszönhetően képzett kollégáink megfelelő körülmények között, friss állapotban a sütés helyszínétől csak pár méternyire elvégezhették a naturlángosok bírálatát. A 12 ellenőrzött vendéglátóhelyből 8-nál csak kisebb hiányosságok fordultak elő, melyeket a vállalkozások még az ellenőrzés ideje alatt javítottak. Két helyen már komolyabb problémák adódtak, így figyelmeztetésben részesülnek az üzemeltetők, míg két egységben bírság kiszabására is sor kerül. A vállalkozások együttműködőek voltak, a hiányosságokat azonnal, illetve rövid határidőn belül javították. A laboratóriumi vizsgálatok közül érdemes kiemelni a használt sütőzsíradékból vett minták pakvegyületeinek és paláros komponenseinek, valamint a késztermékben végzett akrilamid tartalomméréseket. Egy esetben a használt sütőolaj poláros komponens eredménye kismértékben túllépte a megengedett határértéket, a többi analitikai vizsgálati eredmény azonban mind megfelelt a vonatkozó rendeleteknek és referenciaértékeknek. Megnyugtató, hogy e tekintetben jól vizsgáztak a lángosozók és a lángosok is. A kedveltségi vizsgálat ezúttal sem maradhatott el. Laikus kóstolók pontozták a sajtos tejfölös lángosokat és vásárlói szempontból értékelték a vendéglátóhelyeket. A balatoni lángosozók szuperment a raksora, ezúttal a kedveltségi teszt, az érzékszervű minősítés és a hatósági ellenőrzés eredményeinek összesítésével alakult ki. A helyezettekről, a teszt és a vizsgálatok részletes eredményeiről bővebben a Nébik és a Superment oldalán olvashatnak.